A Facebookon jelentette be a szervezőbizottság elnöke, az Éjjel Szexárd önkormányzati képviselője, hogy az eredeti terveikkel ellentétben idén mégsem rendezik meg a szexárdi szüreti napokat. Csötönyi László azt írta, hogy szerintük a kormány nem engedélyezi majd a tömegrendezvények megtartását. Erre vonatkozóan egyelőre hivatalos állásfoglalás nincs a kormány részéről. Hiányozni fog nagyon. Mindannyian vártunk, ebbe az évben azért sok minden kimaradt már, szóval így, hogy ez a születés elmarad, így ebbe az tényleg nagyon az ember csak otthon tud lenni. Az Szexált frakció júniusban szavazta meg, hogy külön szervező bizottságot hozzon létre az önkormányzat a napok szervezésére. A bizottságba főként a saját politikusaikat delegálták, és meghívták még a Babics Mihály Kulturális Központ vezetőjét, aki viszont időközben felmondott, valamint a borászok és a vendéglátósok egy-egy képviselőjét. Az Éjenszexzát tagok terve az volt, hogy idén a hagyományokkal szakítva, nagy színpad nélkül egy kisebb rendezvényt tartanak meg. Az ötlet viszont éles vitákat váltott ki a városban. Sokak szerint ez méltatlan lett volna az ország egyik legismertebb borfesztiváljához. Ha nem csinálják olyan színvonára, akkor ne csináljanak inkább semmit, szerintem. A Szexárdi Hegyközségi Tanács elnöke azt mondja, a borászokat kifejezetten érzékenyen érinti a szüreti napok lemondása. Szerinte a szervezéssel komoly gondok voltak, amiken jövőre változtatni kell a következő születi napok szervezését, azt, az nagyon időbe el kell kezdeni. Akár már az év végé, jövő le kell ülni az érintettekkel, át kell tárgyalni a lehetőségeket, át kell tárgyalni az igényeket. Egy nagyon-nagyon széles körütáj megegyezésre lesz szükség. Szexárt polgármestere szerint a születi napok szervezésére létrehozott bizottság alkalmatlan volt a feladatra. Ács Rezső azt mondja, hiába üléseztek többször, nem tudták ellátni a szervezés feladatait, és már egy hete kérdésessé vált, hogy meg tudják-e, valamint, hogy meg akarják-e szervezni a születi napokat. A polgármester felháborítónak tartja, hogy a bizottság éjjel szexzárdott képviselő elnöke egy Facebook-posztban közölte a lakossággal, hogy idén nem szervezik meg a város legnagyobb rendezvényét. Hivatkoznak arra, hogy itt a pandémia miatt valószínűleg nem lesz rendezvény. Erre is lehet hivatkozni, de valójában nem ezért nem lesz rendezvény, hanem azért nem lesz rendezvény, mert egyszerűen szereplők, akik résztvevői lettek volna, vagy szervezői lettek volna, nem tudtak megegyezni, hanem egymásnak feszültek különböző érdekek és ebben az én szexárd nem tudott rendet teremteni. A szexárdi születi napok a Tolnai megyeszékhely legnagyobb rendezvénye. A programokon minden évben több, mint 60 ezeren fordulnak meg. Erre nem kerülhet sor idén a szervezőbizottság döntése miatt.